Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Power Wash Simulator, amit Nandi barátommal közösen fogunk játszani. Folytatjuk, ahol abba hagytuk. Úgyhogy... a mondó vagyok, hogy akkor elvjénkben itt is vagy hallanak. Hali-hali. Hallok. Karrierbe ügyebár a... alapsztorinál hagytuk abba, van egy tűzoltóállomásunk, egy deszkás parkunk, meg egy város, falus erdőben lévő kis ház. Úgyhogy mit szólnál, ha tűzoltóállomással kezdenénk? Rendben vagyok. Ja. És akkor 1100 pénzt fog érni. És ilyenkor tudlak behívni? Confirm. Elvégbe ment a kérés, megkaptad? Igen. Wunderschön. El is fogadtam. Itt is vagy. Nagyon jó. Egyből headshot. Na és a... kívül kell megmosni. Csak kívül. Extension. Hosszító. Oké. Okay. De koszos ez is. Nem kicsit. Szép tűzoltóállomás. Lemossuk, ahogy kell. Rajzolgatszik csúnyaságokat. Emlékszem, hogyha jobb a gérgombotyomba hagyod, akkor ez ha megnyomod csak. Ha megnyomod, akkor nem kell folyamatosan nyomnod a dolgokat. Na ja, akkor te csináld ezt a felét? Én átjövök ide. Kezdjük a varázskapokkal, hogy szép legyen. Szépen, ahogy kell. Azon filódok, hogy milyen zene mehet most a játékban alatta. Nekem nem is semmilyen. Audio. A music le van véve. Nagy csönd lett. Hát, nincs zene. Na mindegy, akkor majd ilyen csendes lesz. Marad a beszélgetés. Azt is szépen végig kell mosni, és azt hiszem a R-rel forgatjuk a csövet, hogy melyik irányba mossunk. Olyan rég játottam én is ezzel a játékkal. Állandóan csak a robot, aztán még itt is. Külön kell a kis ablakokat.
Glassra azt mondja, hogy ez cleaned. Ez is, és ez is. Pont az még nem az, most már az. Épp turbo noise-al leszedjük innen a dolgokat. Oké, elvégben most sincs még kész, most van kész. Ez nem szedi le. Ez leszedi. Zöld, úgy látszik. Nem szedi le, leszedi. A zöld, ez leszedi a dolgokat, a sárga is, a fehér nem. Hát az csak nagyjáv egyet, tudod. Hát most már tudom. Mondjuk az ilyen tízéket nem szedi le, ahogy hívják okat. Hát csak mondjuk, hogy használod, aztán látod, hogy hol marad izé. Nagyját leszeded. Arra jó. Tabban lehet lekérni, hogy hol van dzsúva. Tudom, főnök, tudom. Én nem tudtam, elfelejtettem. Hát semmi baj, főnök, ki van rúgva. Oké. Éppen mindenhonnan leszedünk mindent. Aha. Szépen csorog a víz. Igazi ASMR játék. Na, az a baj, nem csorog annyira. Meg úgy lenne, hogy egy picit realisztikus szorognak. Hát hang alapján csorog. Hát jó hang alapján, de hogy... Kíváncsi leszek, milyen lesz a skateboard pálya is. Hogyha ez eddig tart, akkor ameddig fog tartani. Olyan gördeszkás. Csúcsú! Amúgy jó ez a nagy gyárzás, jobban látod, hogy hol, mire van szükség. Hát nem tudom, én A-ból B-be végig elmegyek csak vele. Nem tudom, a fehérre gondolom. Csodás, amikor leakad a hangod Discordon. Leakad összes, hogy? Hát időnként ilyen ledarabol, sosodsz. Hát akkor lehet gondolni a netettel, nem? Kábelem van. Illetve a laptop wifi-n a MacBook, amin megy a Discord, de... Ugyebár... Az, hogy felveszek Capture Card-dal, az nem kéne, hogy befolyásolja a net sebességet. Szerintem. Nem azért mondom, még mondva a neteddel, mert így akarok tolni, csak lehet, hogy valami nem úgy kapcsolódik, vagy valami. Nem tudom. Bármi lehet. Az a Murphy hiba törvényébe belejátszik. Persze, simán meg lehet. Jó, az is megvan. Tök jól látszódik, hogy mi az, ami lejön, és mi az, ami nem. Fokozatokra.
Hát meg vannak oldva szépen a dolgok. Ez valami, ez már izékel, ez az erősebb történet. Hát meg utána kereshetjük, hogy mi maradott. Igen. Ha már tűzoltóállomás van létre a környéken? Eddig nem láttam, de biztos van. Már tetőt is meg kell csinálnunk, az biztos. Hát épület mögött? Na, mindjárt arra, elnézek arra, főnök. Jó van, főnök, főnök. Éppen ügyesen, okosan, ahogy tanultuk. Á, én tudom, főnök. Ön nem tudja. Ebből látszik, mikor vízzel fényt csinálunk. Jaj, a szivárvány. Nem, nem voltok rá egy főnök. Nem arról beszélek, hanem megbucoljuk az ablakot. Ja, engem most szivárványos egy kicsit néha. Nekem nem. Hát, én már főnök egy kicsit kirekesztő, nem? Nem szereti, kikapcsolta a szivárványt főnök. Nem tudom, hogy hol kéne bekapcsolni, szerintem csak simán kevés a gép teljesítménye hozzá, hogy ez ultrán fusson. Ugye az általa kitalált váltáskor van. Vannak játékok, ez is olyan, amivel az a baj, hogyha ultrán futtatod, akkor elkezd bugolni. Közben a géped vinni az ultrát, de nem tudod, mert... Mert nem. mert elkezd bugolni, meg nem is csak az, hogy a gépem nem optimalizált, hanem maga a játék nem optimalizált. Indi WhatsApp, tudod. és a hájon tök jó. Stabil minden. De izé, hogy hívják? A Ultrán meg már úgy faszatszik. Hát olyan effekteket kapcsolod, amit amúgy se látsz. Igen. Hát jól néz ki, nem azt mondom, jobban néz ki. Látszódik, hogy Ultra, hát. Mikor egyes videókon jobban néz ki a játék, mint a gépeden, de hát megesték, de hát mit tudsz csinálni, tudod? Hát már ott 16K-ba nyomják. Hát, ja. Vinamondó vagyok, lejjebb lehet csavarni a grafikát, hogyha a cserébe folyamatos a játék. Hát most tudod, van ez a Manorlord. Manorlord? Nem játszottad, de vagy próbáltad. Aha. Hát ha volt ingyen hétvégén, lemaradtam róla. Nem ingyen, ahogy jelent meg nemrég a játék. De azt mondom, ha volt ingyen hétvégén, lemaradtam róla, amúgy nem játszottam vele. Meg aztán vannak benne magyar készítők? Nem tudom, lehet. Igen. Hogy vannak, nem tudok róla, hogy így lenne. Ez itt az irodafal, azt mondja. Van a Manlord, igen, és mi van vele? És játszok vele, néha beakadozik, pedig már lóan játszom, és elvileg elégnek kéne lenni a gépemnek a dolgainak az... Hát kapcsolj be egy DLSS-t. Nem értem. És rendelj mondjuk Full HD képre 720-ból. Hát tök mindegy, mert bekapcsolom, kikapcsolom, aztán semmi. Meg már mindent. És így utána olvasom, hogy másnál is előjött ez a probléma, szóval, hogy ne aggódjak, lehet, hogy nem az én hibám. Uh-huh. Hát jó, ne felejtjük el, hogy idős már a géped. Idős? Hát 20-75 van. Igen. Hát elvileg attól még futtatnia kéne. Hát azt tudom, hogy az, amit... Érted.
Értem, mire gondolsz? Hát az, ami nekem tavaly jól ment a 1060-nal, az idén meg se akar mozdulni már. Aha. Úgyhogy... Sajnos. De a Hogwarts-ra leszek kíváncsi, hogy valamit tudok-e vele kezdeni, mert se kép, se hang nem hajlandó elindulni. Még a gamer gépen gyönyörűen fut. Játsz a gamer gépen vele. Jó, csak baromi meleg van, ott meg nincs klíma, aztán szétfűti a fejemet. Akkor vidd ki a gamer gépet, nem tudom. Azt. A macska meg a fán van és nyávog. Én most azért tettem a laptopomat, például, mert meg tudom így különböző helyekre vinni, tudod. Hát ugyanad adok, amiért én is a papíron gamer laptopnak csúfolt gépen játszunk most, és a Mac megrögzít. Na, nem csak tudod, ha úgy van kedvem, akkor az ágyból játszom, meg ilyenek, szeretem benne. Az nagyon gameres volt, hogy ágyból játszom. Miért? Sose játszottam ágyból. Az ágyba aludni kell, hát meg már csinálni. Ilyen... Hát azért néha jól, amikor így fogod azt, játszol az ágyból, vagy az ágyban. Nem, mint a gépen. Hm? Nem is tudom, egyszer próbáltam azt, hogy... Ja nem, a Mac-kel igen, hogy az ágyból... Vagy valami videót szerkesztettem rajta, próbálkoztam, vagy böngésztem, fene tudja, ja, azt hiszem könyvet olvastam. Szejle nagy duzzog volt feküdt mellettem, hogy akkor... Kezdi mellett vagyunk, kategória. De... Az 13-szor meg adon nincsen venti, amit eltakarsz. 17-es laptopot berakni a ágyba, ütőpaddal már kényelmetlen, szerintem. Nem volt az. Mindenkinek mások a preferenciái, szóval egészségedre. Hát, hogyha mondjuk játszok valamit, tudod, ilyen normálisabb játékot, vagy valami, hát akkor igazából, persze nyilván akkor jobb az asztal, tehát mondjuk, hogyha izé, de mondjuk, ha csak egy stratégiai játék, hogy játszik az ember arra, tudom, mint csak tényleg az a lényeg, hogy kattint, meg ilyenek arra, így annyira nem, tudom, de amikor tudod, csak lusta vagy és ágyból akarsz játszani. Nem ismerem ezt az érzést. Hogy lusta vagy? De, meg hogy az ágyból akarjak játszani. Pedig néha jó. Elhiszem, hát erre találták ki a gondolokat. Elnyúlsz a kanapén egy kontrollerrel, az cseh. Jó, mennyire látszódik, hogy részét, amit kitisztítottam, az mennyire ízli. És még itt van ez is. Tehát ilyen, itt látványos a takarításunk eredménye a munkánké. Azt kipróbáltad már a szalon szimulátort? Nem, még kevés benne a content. Meg van sok más játék, amivel még akarok játszani, szóval, hogy így amúgy se hittem, hogy azonnal elkezdeném. Nem, hogy nemrég maxoltam ki a Gas Station szimulátoromat, tudod? Akartam volt mondani, hogy nálad láttam Steamen fönt a Gas Station-t. Most nemrég maxoltam ki, szóval, hogy így, ja. Mondd ebben, hogy akarok. Felvágni akarok, de... Csak tudnám, hogy miért akadodol be. Az OBS nem mond renderlag hibát, nem dob semmit. Discord meg van nyitva. Fene tudja.
Olyan jól mosol, hogy elviszi a hálózatot a Steam. Ja, van ilyen profi munkaerővel azért ritkán találkozott a YouTube közössége. Hát ez az. Twitchen is csak azért nem jelenik meg az adás, mert kibaszottul lusta vagyok kétszer renderelni a videót. Uh-huh. A 6500K fölé nem hajlandó fogadni adatot. Föltörti, azt közli, hogy ja, hiba történt a feldolgozásba. Mondom, de jó pofa vagy. Uh-huh. Ezt közben meg most jönnek azzal, hogy valamit változtatnak az Nvidia-val közösen, és hogy lesz valami speciális csomag küldésük, amivel már 4K-t is, meg nagyobb bitrátát, meg mindent tud küldeni, mert hogy ötszörösen küldi majd ki az OBS-nek a jelet. Mondom, hurrá! Ettől függetlenül eredménytelen az egész. Uh-huh. Aztán azt vettem észre, hogy sokkal nyugisabb itt a nem élőzés, hanem a videófelvérés. Miért nyugisabb? Lehet vágni. Igen. Sokkal jobb ez a része. Éppen krákogsz, köhögsz, ki lehet vágni, le lehet mútolni. Nem kell állandóan kapkodni a füles miatt, hogy akkor ne menjen a hang, vagy illetve külön a éppen a nagy gépen játszom, és a másikon rögzítek, akkor meg ott a mikrofon kapcsolgatni. Jélátlak, ott vagy mögötted is, van egy épület. És van egy jó állványunk, ahogy látom. Ha már lépcsőn nincs. Nyugisan meg ugyebár itt most nincsen kameraképen, meg köszönhetően a cicák sajnos nem látszanak, de én se. Így csak elképzelheti a YouTube közösség, hogy milyen, mikor félmeztelenül ülök most a gép előtt. Így a nyár kellős követően. Ja, várjál, nem OnlyFans-ra megy? Szóljál. Pedig ottan én ott vagy megnézném. Hát, majd kapsz egy selfit, vagy nem. Ez az. Kontrollal tudunk googolni. Ja, meg tudod nyomni háromszor a kontrollt. Hát igen, másodszorra még lejjebb Google, vagy hasal, utána feláll. Elvileg hasal, de ezt így nem tudom elképzelni. Így hasalok, és akkor így nyomom a izét. Hát látod, csak fél térden vagy. Én csak fél térden vagy. Elvileg most hasalok. Hát, ez az állás, ez a googolás, ez papíron a hasalás gyakorlatilag, ugyebár hiába így itt jobb oldalt lent, hogy ő hasal, valójában nem. Szóval átbasz a játék. Igen, nem. Hát tényleg nem hasonló. Nem kapom is az infót, hogy megy. Ilyen info. SMS-t tudod. SMS. Te kapsz SMS-t. Ott van Harper Stuff küldetgeti. Itt is van a csodálatos információnk. Akár. Úgy is írhatnánk, hogy... Egy.
adás. Lifttel futunk. Igen, és téged miért nem szeret? Miért vagyunk túl közel hozzá? Na jó. Kell takarítanunk ezt a falat gyorsan, mert ide kell rakni a létrát. Csak hogy nicce legyen. Jobbra-balra, jobbra-balra. Bőrle, minden irányba. Attól lesz szép. Kuc-kuc. Igen, ruha. És akkor nekünk kéne... Már nem kell. Akkor. Ahogy. A fél munkát végzett a főnök. Felső részeket teljesen kis vagy. Felső részeket? A főnök. Hát itt azért. Meg itt is azért ezt a garázs ajtónál ezt kihagyta a főnök. Lehet. Főnök. Így bízunk meg magában. Följöttem a tetőre. Fire exit roofon vagyok. Nem caps lock. A C-vel lehet beállítani, hogy csak a kezedet mozgatod, nem a fejedet. Csak akkor már is nem kap akkora elszédülés esélyt ad, aki nézi a videót majd, hogy... hogy mi van, hogy van. Igazi átugrást láthattunk, tök jó.
Éppen a tetőt jobbra, balra, de miért van ez itt lecsempédve amúgy? Kérdés. Jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra. Oda-vissza, oda-vissza. Szépen sorba. Ölle. Úgyhogy nica-nica. És van vége akkor a Gas Station Simulatornak, azt mondod, vagy már csak Infinite Loop-ba kerültél benne? Megmondod, minden jól megy, tökéletes, stb. Vannak ilyen kezdvének, tudod, de hogy így úgymond, ja. Ilyen sandbox, vagy hogy hívják, ezt tudom, már csak így... Homokozó. Harmolod a pénzt, fejleszed a dolgokat, homokozó. Hát tudod, te miről beszélek, főnök. Én, dehogy. De még csak ott tartottam, hogy itt a nagybácsi az helikopteredbe elnézést kért. Hát amit olyan a... amikor elkezdett. Hogy vett ki a DLC-t, a repülős DLC-t. Az nincs meg. Csak az ingyenes DLC van meg. Igen. A parti. Nem, mert hogy nagyon sok fizet meg tudsz zavarni, hogyha benne van a repülős DLC szerintem. Hát a gépek repkednek, de az ennyi. Hát nem, csak hogy vannak van amikor a alapsztoriban nem tudsz haladni, mert meg kell csinálod ezt a repülőgépes DLC-s dolgot. Szerencsére meg nincs meg. Akkor jó. A parti buszos is csak akkor jön majd, hogyha már megvan a fejlesztése, gondolom. Parti busz, hú, az jó kérdés, nem tudom, mikor. Az is jön. Valamikor. Hát meg az elején járok, ugyebár. Hogy jó legyen. Igen. Ez amit a főnök nem csinált meg. Ez a főnök a most a tetőn van. Ha a főnök a tetőn van, akkor mély vagy lent? Nem, befejezem azt a részt, amit a főnök nem csinált meg. Itt a falakon. Szépen sorba. Csak hogy jó legyen.
Aztán mesélj valami jót, Nandikám. Hát... Hát most streamel a főnök. Hát nem streamel. Csak videót rögzít. Minden rendben van. Minden rendben van. Képzelj el, főnök, mi történt velem. Képzelj el, akartam menni a Pool Centerbe palotára. És azt mondta nekem a főnök is ott volt, emlékszik? Azt mondta nekem a főnök, hogy gyorsabban ott vagyok vonattal. Meg addig is dumálunk, meg minden, igen. Meg addig is dumálunk. Na szóval, mire odaértem, addigra be is zárt. Az nice. Nem 8-ig volt nyitva? De, csak még... volt ez a show story, meg minden. És hát hogy mondjam, főnök. Az vonatos sztori volt velem. De vonatos, de hogy utána még busszal is kellett menni. Aztán mire odaértem, addigra már elkezdett minden bezárni. Hallatlan. Egy biztos, egyszer csábítalak el avval, hogy gyere velem vonattal, aztán úgyis egy darabig együtt megyünk majd. Uh-huh. Azt akkor késett egy 70 percet a vonat. Nem az a gombkőnök. Nem tudom. Ennyi erővel tényleg úgy is mentem volna, hogy elmegyek a főnökkel haza, aztán utána elmegyek a palotára, pólusba. És még az is jobban megérte volna az is. Szóval nem élvezted. Hallatlan. Én élveztem, tényleg jó volt. Csak hogy ez a sztorinak egy ilyen vicces része, hogy... Vagy hát... Kinek mi, nekem azért annyira akkor nem volt vicces, de hogy... De egy utólag belegondolva mégis. Sztorinak azt gondolom a viccesség. Hát az, hogy milyen hülye tud lenni a főnök. Én. Hát kösz. Tessék, nem elég a 86-os államcsődöt is rám fogni, meg az autó krekket, meg a mindent, még a vasút közlekedést is rám kell fogni. Nem az, csak hogy ezért így utólag gondoljon bele, főnök, hogy azt mondtad, hogy eddig gyorsabb, aztán nem lett gyorsabb. Az a baj, Nándikám, hogy ha ilyen megközelítésbe állunk hozzá, akkor egy, nem vagy tisztában vele, hogy esetleg bizonyíthatatlan tényként szerepel az, hogy nem tudod, hogy a buszosztál volna, vagy metróztál volna, hogy jutsz oda. Lehet, hogy az alagútba ragadsz 2 órán keresztül, ahol 40 fok van. Egy biztos főnök. Hogy? Egy biztos főnök, ha úgy mentem volna, hogy én akartam, akkor régóta lettem volna. Viszont kimaradtál volna egy jó kalandból, látod? Igen, megfúrni a napon, várni a vonatra, a 6 órásra a becsúszós vonat beesik 7-re, meg ilyenek. Vagy? Hogy a főnök 5 percenként megnézve, és hol van a vonat. Körülbelül. Meg örülni, hogy útközben eltűnik a vonat, meg stb. Mit csinál útközben a vonat? Eltűnik. Azt mondja a MÁV applikációja, hogy volt, nincs vonat. Hát már nem emlékszel? Ja, igen, ilyen future-ök meg sem maradtak? Ez így hirtelen nem főnök, bevallom. Én teljesen nem voltam veszve ott, hogy főnök átvert. Ennyi. Nem baj, kirakhatunk egy rend videót rólam, hogy át vagy verve. Hallatlan. Hogyan adtam rajta, hogy utána azért, ha valami hasonlót össze kéne dobnom. Csak hát lusta voltál arra is. Nem.
Nem baj, eredmény legközelebb kétszer meggondolod, hogy jössze velem vonatozni. Igen, legközelebb nem biztos, hogy azt fogom mondani, hogy ez a vonatoztunk. Már ne haragudjon, főnök. Nándikám, nándikám, egyszerre csak egyszer lehet elkésni. Kétszer nem tudsz elkésni ugyanonnan. Igen, főnök. Az a baj, hogy ez igaz. Igen. Az ásításod meg ragályos. De nem baj, egyetlen jó dolog van a videózásban ilyenkor, hogy a három hangsáv külön van, így no commentary-ban is felmehet a videó. Gyártítottam egyet? Nem, hanem hogy egyikünk hangja se hallatszik benne. Mint opció. Na végre, hogy megvan a tető. Már kezdtem unni. A dolány se jött más őnök. Hogyhogy. Pedig azt mondta, hogy lehet, hogy ráér. Nem tudom, főnök. Elment inkább csajodni, ha már kiírta, hogy kapcsolatban van. Ja, tényleg, hallja főnök is, és hogy teljesen igazi, valid nő, tehát, hogy így létezik meg minden. Hát, hallatlan. Meg én azt hittem, hogy szék a profil, mondtam is szedolájnak. Hát akkor nem követed a munkásságát. Hogy? Jó pár régi videójában fönn volt a csaj. Adásában, a fazmofóbiában nyomatták, meg nézőként fönn volt. Ja, az a régi. Nem. A másik. Ha nem csak egy-kettő vagy három szokott fönt lenni. Meg egy-két srác. Aztán lehet, hogy így keverem és tök más. Nekem a srácok maradtak meg főnök, inkább. Egészségedre. Úgy tettem főnök, megjegyem meg. Nem ijedek én meg. Na már most mi lenne, hogyha itt az összes fekete dzsuva nem fekete színű lenne? Akkor mi lenne? Baj lenne. Jé, feljöttél. Megvan. Oh, főnök, hát ezt a részt bűn kihagyni. Azt rád hagytam. Neked hagytam. A főnök. Hát tudtam, hogy szeretni fogod azt a részt. Főnök, hát főnök kell végezni. Ő, majdnem leestem. A rétegrend.
Kész a létre is, főnök. Szívesen. Cool. Igen. Ez a rész is fasza. Éppen össze-vissza, ahogy kell. Aj, főnök. Fontol kell hallgatni. Meg fontol? Ugrálva nem is lehet. De jó. De estem. Estem ez a mondat. Nem ez a mondandóbb lényeg. Miért nem? Ó, van itt létre is, kérem szépen. A nagy előbb, hogy a főnök hol tisztított. A vízszintestetőket. Hát ha lent a lépület körbe kész. De volt szerintem igen, már csak ez a rész maradt, amit most csinálok. Mi az is ugye hozzátartozik, elméletileg. Elméletileg. Önöknek megvan a plazmafóbia? Nincs. Szerencsére. Miért nincs? Mert nem vettem meg. Hát de miért nem? Mert multiplayer játék. És? Nincs kivel játszani. Hát ott lenne a Starline. Én is megvettem annó igazából. Főnök. Hallatlan. Kíváncsi vagyok a Gas Station Simulatorban augusztusban, hogy jön be majd a Junkyard Update, a VIP Update-be. Junkyard Update. Leírásában közölték, hogy ez egy ingyenes DLC lesz az alaphoz is, ahogy VIP Update-be jár. És én szóval, hogy a sivatagban lévő benzinkutunk szinte könyörög ahhoz, hogy legyen egy roncstelep a környéken. Mondjuk ez jaj, illene hozzá, de van valami főnök. Ez is megvan. Ez is megvan. De van, szuper, megvan. Jó, ennek a teteje megvan. Jó. Itt testem le a velőm. Ez komolyan ilyen tagadt a karakter, ami nem férek itt át. Ha főnök hallott, hogy hülye kis van elcsintitek. Nem. Mozgom. És átrohansz előttem. Egyre szebb lesz ez a rész. Azt nem szedi le.
tud venni. Van véve. Mindenféle. Csak majd nem tudom előhozni. Van mindenfajta szappanom. Nyomsz egy ilyet, kiválasztod a... Ezért nincsen? Shopban nem tudsz venni? Köszönöm, hogy tudom a shopot használni. Elviekben... Nem tudom a shopot használni. Nem baj. Csak modifikációkat meg ilyeneket enged vásárolni főleg. Cleaning liquids. Hát figyelj! Mindegyikre rányomtam egyet. Nézd meg, hogy tudod-e használni. Hát ha... Nem. És megvetted a fejet a géphez? Milyen géphez? Hát két gépünk is van, én az Urbanix-et használom most. És én meg kellett venni a szappanozót. Te megvettél. De akkor még nem tudod a folyadékokat használni? Nem tudom. Na, lehet, hogy elején kell megvenni, nem ilyenkor, nem tudom. Én se tudom. Mint opció. Miért nem szeded? Na végre. Ja, az is megvan. Hol van ez a rész? Szépen végig. Nem addig érünk el, vajon? De már kevésbé. Csip-csup csodák.
Szépen végig. Jó. A széleit kéne először egyébként megoldani, mert azok, amik olyan nyomfogósak, hogy úgy tudnak maradni. Szerintem. Próbálok mindent megoldani. Szépen előre. Oldalra. Extra liquid in stock. Elé vagyunk folyadékokkal. Érdekes. Fogkardomba dőlni, nem azért mondom. Oda-vissza, szépen, ahogy kell. Jobbra-balra, jobbra-balra. Majdnem leestem már megint. Szépen elszédítjük a nézőket. De ahol leradírozzuk a koszt. Gaming technika, törkörös mozgatás. Egy kis nyugalom, egy kis csigalom, egy kis minden. Ez működik a sztereó a játékban, mert csak az egyik oldalt van hangja, hogy te ott locsolsz. Ott meg a másik oldalt, most meg sehol. Vizes fóló. Az. Csak. Várjál, és akkor hátváltok. Mindent nyomkodok. Szópra, és akkor ide nekünk mi kéne? Kő? Vagy multi? Multikörre. Multira. Nem is az volt, hogy... Azt kell, hogy beígyja a szappan. Izé? És akkor egyszerűbb lesz utána felizélni, feltisztítani.
kaszkodj egyszer végig, menjen rajta főnök. Hát de ennek elvileg el kell telébe takarítania, nem? Nem. Az a lényeg, hogy könnyebb legyen eltakarítani. Tehát ne tapadjon rá annyira utána. Hát véglocsolom én itt mindenhol, de egy csomó helyen baszik rá. Nem. Tehát, hogy amikor itt takarítom, az sokkal könnyebb például. Most már tudom az öldel is egyszerűbben. Na jó van. Átmegyek a másik épületre, megpróbálok bemenni ott. Miért? Itt hagy főnök. Ó, itt a belső rész is lesz. Inside wall, lépcsők. Tudom, be akarok a dolgokon. Jó, hogy te már végigvitted a játékot? Hát néztem a Nordkádi csapatot, meg főnök. Elárulok egy titkot. Mielőtt, mikor megláttam, én is megnéztem bent. Ja, too easy. Úgy könnyű. Hát attól még meg kell csinálni igazából. Nem az a lényeg, hogy mit takarítasz, tudod-e, hanem az, hogy meg kell takarítani. Jó, hát tiéd lesz a külseje, enyém a belseje akkor. Jó, főnök. Mintha nem örülnél neki. Én megcsinálok mindent, főnök. Jó munkás vagyok, szokták mondani. Nem úgy, mint a streamerek. És te lány, de kanapom meg a többiek. Oly fúj. Tényleg? Mert ezt van, nem streamel mostanában? De hát biztos. Folyamatosan RTS2-zik. Nem, nekem nem jelző streamer. De mondjuk én sem vagyok fent annyit online, de hogy... Mert megszűnt volna egy stream. Streameljen. Hát ő most nagyon rá van állva a DTS2-re. Nem csodálom. Mert? Ha már ennyi módot megvett hozzá, meg mindent, meg letöltött, akkor már játszom vele az emberem. Hát én úgy vagyok elő, csak egy darab játéknál leragadni sose. Hát igen. Hát azért az RTS-nek nagyon rajongói vannak, hogyha megnézünk. Hát oké, hogy vannak rajongói attól függetlenül. Csak ilyen nappal ugyanazt játszani. Ha én valaki így, azon egy 12 óra munka után a földökem, aztán utána otthon még 30 órát az. Hát, az a másik fele. Úgyhogy, nem tudom. Ha nem ítélem el őket, mert ilyen téren nem ítélkedem, mert mindenkinek szíve joga, hogy basszál az életét, meg milyen, mit csinál szabad idejében. De... Érted? Én hogy mondjam, mi? Néha irigykedem azért, hogy így azért mégiscsak... Valaki így egy játéknál meg tud így maradni. Tehát nincs az, hogy akkor ki akarok próbálni mindent is. Hát én sem vagyok úgy vele, hogy ki akarok mindent is próbálni, hanem ki is próbálok mindent én is. Na de viccet félretéve nem. Hát egészségedre. Erre szokták azt mondani egyes körökben, hogy függő. Ki akarok próbálni mindent is. És játékokra gondoltam, főnök. Én is azt mondom. Nem, de mondjuk, hogy más játék, más élményt ad. Én így gondolom, és szerintem
Én úgy vagyok vele, hogy mindegyik játék más, és mindig más nézni valamit, és más játszani valamit. Persze, tudom. Aztán vannak a specifikus elbaszások, akkor a játék csak téged szapat. Nem, mint a szalonszimulátornál. Lebagolt a mentés, azt ott szívtam vele. Jó, de hát főnök ott a... Ami ilyen téren annyira nem volt vicces. Elhiszem a főnök. Nem volt vicces. Ilyen nyári melegben ez a kis hűsítő vizedés tök jó poén. Ülök a klímás szobába. Teljesen jó. Legalább a külnöknek klímás szobája. Ennyi. Nem nekem van, a macskáimnak van. Csak kölcsöndöm ilyenkor. Hogy? Kell. Drágaságaim ne följenek meg itt a nagy melegbe. Ha már nem a föld alá építettem a házat, hogy hidegbe legyen. Úgyhogy ja. Ilyenkor leasingelem a cicáktól a szobát. Vagy duzzogva itt fekszenek körülöttem. És jó, mert nem hallatszik bele a klímának az örgése. Ezek fújó hírek, főnök. Már senki nem kérdezte, de fújó hír. Pont az a lényege. Stay pozitív, tudod? Igen, főnök, igen. Ó, ezeket de nem szeretem, ahol alatta kell takarítgatni. A párkányok alatt. De mire van? Ja, hát igen. De azt minek kell letakarítani, ott nem is látják. Miért nézegetik a párkány alját? Nem? Ja. És mióta reggeliztél vagy ebédeltél? Hát most van ilyen roppoltos sajt rémem itthon. És azt így megkentem vele a kenyeret. Wow! Amazing. Egy pont főnök már akadozva hallom most. Na, most akkor visszafelé is játszik.
Azt mondtam amazing, hogy... Valahogy... Az... Egy kis párizsi, meg ilyenek, tudja, főnök, ilyen alatt. Majd ebédnek valót el kellene már. Valamit összedobok majd itt van. Mi lesz oda valami? A főnök, meg is jó. Mit mond a főnök? Mi az, amit össze akarsz dobni, ha mit? Még nem tudom. Miért nem? Hát, amit meglátsz, és meg kívánsz. Mit dobjak azt? De valahogy úgy. Hát nem... Nem én... Hogy mondjam, az... Nem akarok végtelen időt tölteni a konyhába se főnök. Gyors fagyasztó cuccok segítenek. Van valami egyszer. Mert mondjuk van ez a... Csodek. Gyors fagyasztó cuccok. Mik segítenek, főnök? A gyors fagyasztó cuccok segítenek. Nem kell annyit szenvedni velük a konyhába. Ja. Nem feltétlen olyan finomak, mint tudom, a kézzel készítettek. Igen, Leilecske. Azt mondta, Lóra ideje állni. Na. Mit csinálsz? Nem, hogy arra gondolok például, főnök, hogy... Nem, csak mondjuk tudod, van ez az előre felkockázott, felcsípazott csirke, meg ilyenek. Vagy... Marha. Tudod, hogy... Így egyszerűbb legyen a főzés. Az legyen, hogy... Mindent te csinálsz a nulláról, ami kicsit ki vagy segítve. Na jó. Tudom. Megölheti az élményt, meg... Megint akadozol. Legalább, hogy akkor le vannak a cirkózban, akkor úgy meg is éri. Ezeket így megcsinálni. Pedig minden jó van, mert főnök. Ja. Minden jó. Hát a Discord is cseszekedhet szóval. Te mondod? Én nem mondok semmit. Miért nem mondasz semmit? Aztán... Ki van még, aki tudna jönni mosni? Mosni? Hogy érted? Hát itt a munkát. Ki az, akinek meg lehet... Ki az, akit még alkalmazottak föl lehet venni? Hogy nekem tudom. Már csak nézni kelljen. Igazából a karrier izébe csak ketten lehetünk. Tudom. Hát négyen. A karrierben azt hiszem csak ketten. De nem biztos. Hát, hogy én mondok hülyeséget. Vagy pályaspecifikus. Semmi sincs kizárva. Nem, hát vannak ezek a bónuszunk, de akkor lehetünk 4-6-an, meg ilyenek, hogy tudom. Ja, teljesítem. Ez a valóságban izé lenne. Halál. Vagy kórház. Hát kb. Egy biztos, nem fizetjük. Csak nézzük. Kórházi ellátásért nincsen fizetés. Igen. A főnök nem fizet semmit. Pontosan.
hogy örül a fejének a főnök? Hát, úgy kell használni. De estem le főnök, el úgy végigment. Végigment a statak és kb. Így. Hogy estem, úgy takarítottam is. Tehát dolgoztam így főnök. Megmagyarázod azt, hogy leestél, mert meg akartál sérülni. Ás, hogy jön ki a főnök. Én nem a főnök vagyok, hogy kerüljön a munkát. Ennyi. Azt... Pánká? Veszélyes munka kerül? Az a főnök. Tudod jó, hogy a főnök tekintete mindig őszinte és nyílt. Persze, hogy nem. Iratkozz fel! Te csak hátul tartasz? Vagy már? Nem. Aztán a szorokodás adót befizette, de hogy tégy csak szabadidőn. Munkaidőt beleugrálsz. Ez szórakozási adó főnök, mi? Mi? Hát az, hogy olva szórakozol, hogy leugrálsz. Volt vicces, dehogy. Főnök, hát mindjárt elmegyek a munkaügyre. Ők is meg. Főnök, elmegyek a munkaügyre. Ugye a munkátlanok járnak. Meg olyanok, akik panaszt akarnak tenni a főnök ellen. Nem tapasztalatból hallottad ezt a sztorit? Hát, most panaszt akarok tenni a főnök ellen. Megény főnököd? Ez az kéz. Mi van kész? Ez a rész. Már igazából a négyből két oldal megvan a főnök. Büszke rá. A hónap dolgozik a címet megnyerhetem, vagy egyszer csak. Ha leszolom. De én vagyok az egyetlen dolgozó főnök. Hát az már előbb. Akkor bizonyítva, hogy én első vagy és egyetlen. Akkor most azt mondod, hogy én nem dolgozom. Jó van. Nem sikerült megcsinálni rendesen a tetőt. De. Hát itt maradtak. A korlát. Krétszek. Most csinál meg főnök. Te mondod? Hát, van egy nagyon egyszerű módon. Remélem így menni fog. Nem akarok bevenni és úgy fellépcsőzni. Melusta vagyok. Hoppá, hoppá, mit hallok? Kosság folyik a munkába? Kosságért nem járt ide? Igen. Megvan, nagyon szívesen főnök. Megoldottam ezt is főnöknek. Ne kelljen. Dehogy nekem. Fogadom. Haladnak dolgozolnál nekem? Fogadom. Addig nem megyünk el a pályáról, ameddig nem végzünk. A főnök, ki adja az ilyen részeket? Főnök. Mert én a nagyját csinálom meg. De mint egy óráért vagyunk ezen a pályán.
még csak? A másfél órája. Na jó, megnézzük erről a oldalról. Olyan jó, hogy nincsen boldogics a játékba főnök. Boldogics nincsen benne, viszont a létrával át tudsz nyúlni a falon, ennek köszönhetően az a googolásból állandóan felkelted a karakterem. Mint most is. De miért nem főnök? Hát nyúlik valószínűleg a textúra a textúrán. Igen. És a karakterem, aki Google, azt érzékel, hogy meglököd a korláttal. És arra fölkelt innen. Azt utána, ahogy leraktad, szintén azt érzékelte, hogy meglökted, ezért fölkelt onnan. Szépen végig mindent, alaposan. Ahogy kell. Aztán az ébzel hogy állsz? A micsodával? Ébz Odessi. Vagy nem játszottad? Még nem. Ébz Odessi. Nem játszottam. Még miért? Az a majmus? Nem, a... És az a muncsos. A, nem tudom hirtelen milyen a, mi a fajtájának a neve, meg a régi időkből. Ezt küldtem múltkor neked. Az egyik kódadat volt. De még nem nagyon léptem meg minden. Jajó. Még nem játszottam vele. Csak kipróbáltam, hogy futja a gépen. Hát csúnya lenne, ha nem futna. Hát... Annak leszem 486-os volt. Hát fut, mert bele van csomagolva egy dashbox. Úgyhogy... Bár lehet, hogy a NASA-tól kell kölcsönkérned gépet, amin elindul. Semmi sincs kizárva. A szintek haladnak szépen lefele. Létre is meg van lépcső. Mikor a napöltünk van már csak, vagy van még egy szintem? Van még egy szintem, ójaj. Hogy állsz odakint? Egész jól, megvan.
Igazából alsó szint van már csak, meg még van egy egész fal oldalam, de hát az is figyelmes megvan. Egész szépen állok, én azt mondom főnök. Na, annak örülök. Tiratkozz, feltörlöm, nem most törlöm. Szomorúan konstatálom. Ne iratkozzatok fel. Aztán majd leiratkoznak, köszi. Nem éri meg. Te is megbántad már. Te sose voltál. Itt ragadtam, igen. Jaj, öreg csontjaim. Mi a baj, főnök? Kész lehetünk már ebből a pályával. Megéheztem. Szépen föl le. Azon gondolkodom, minek van music menüpontunk, ha nincsen zene a játékban? Jó kérdés. Kíváncsi vagyok, hogy a szalon szimulátor meg fog-e majd jelenni valamikor, vagy sem. Megtetlen fog, hát. Elvégre annyi hülye szimulátor van már. Na, amúgy nem, nekem számomra nem hangzik rossz, hogy az egész játék, csak így elkuraítottnak. Érdekes lesz minden esetre. Van benne potenciál, meg van benne egy kicsi sztori szerintem, de... Maga a kicsi sztori, ameddig ugyebár a prológus tart, az eléggé kertcsináló tud lenni. Hát az ilyen téren a Gas Station Simulatornak a prológusa az kevesebbet ad elő. Jóval. Mert azt egy órán belül végig lehetni. Jó, ha te az összes archívmentjét kimaxolnád, akkor nem. Mert ott a festegetést is kéri, meg egyebeket. Amik ugyebár a prológusban nem lettek meg nekem. Aha. Pont ahol a játék elindul, annak ott van vége. Uh-huh. Úgyhogy még a... Jó, ugyebár én is láttam másnál korábban a játékot, ismertem, úgyhogy... Örültem, mikor pittyentagok, hogy tessék, itt van ajándék. De... Itt van ez a Powerwall szimulátor, és ugyebár lassan, de bizonytalanul fejlődget.
Most elviekben lesz pár DLC ingyen, ezt kértem múltkor, de azt hiszem csak jövő hónaptól. Úgyhogy... Ezen most csodálkoztam, hogy ezt a Part 3-at hozzádobták, de... Kérdés, hogy a másik kettő hol van, mert nincs nyoma annak, hogy amúgy az fizetősben ott lenne bárhol. Egy mélypont Part 3. Ami nem tudom. Szerintem. Aztán lehet, hogy a zenék meg külön DLC. Ne tudja. Csak nem. Vagy esetleg van streamer mód, amit elfelejtettem, hogy be van kapcsolva. Az is lehet. Na, újabb játékok nem. Benne van ez a streamer mód. Jó, de az annyira nem új játék. Mikorig? Nem tudom már. 2 éves? 3? Szerintem ez már régóta létező dolog, egy streamer mond meg ilyenek. Hát sok indie játéknál amúgy nincsen benne, és zavaró egyébként, mert használják a no copyright zenéket, azt utána meg a YouTube el kell csipogni, hogy ja, ez a zene fizetős, ja, ez copyright, ja, ez ide, az hiába tüntetett fel, cseszheted. Most ezekben a retro futurisztik cuccokban van nagyon ez divat, hogy ugrál rá a YouTube. Ugyebár, mint a Betamaxra is. De este megint? Nem. Azután a játék, úgymond magának a fejlesztőnek is szívás, hogyha ez kiderül, hogy ez copyrightos lesz, nem? Nem, mert hát a... Megint más home felhasználásban az az egyszer azért fizette, hogy magát a játékot használod, benne van. De streamelni meg nem tudod, mert... Arra meg ugyebár a jogvédelem hiszkidik. Néztem múltkor, hogy mondom, a Betamaxnak kéne találnom megoldást arra, hogy a pályán, amin elakadtam, tovább jussak. Mondtam, nagy merészen mondom, jó, hát megnézem a komás streamereknél, hát ha meglátok egy walkthrough-t vagy valamit, hogy hol lehet tovább menni végijátszásba. Aha. De első órán túl a 3 vagy 4 adás, amit találtam belőle, nincs több. Nem mondom hol-e. Azt mondom, hogy nekem benne van már 4 vagy 5 vagy 6 órám. Vagy 7, valahogy így 3 adás legalább. Úgyhogy már nekem kell kilokikálnom, hogy a plétetbe hogy lehet tovább jutni. Vicces, hogy az első óra után megkérdezte, ugyebár kellett hagyni visszajelzést, review-ot. Megkérdez, hogy végülted a játékot? Válaszom, nem. Miért nem? Azt én már mondom, nem jutottam el odaig, de 1,5-2 óra játékidő alatt adni. Akkor a review-ot írtam róla. Aztán... Most ott van ugyebár, hogy állunk-várunk kategória, de abban is benne van a potenciál, hogy milyen lesz a OGM-nél a sztori. Nem tudom, hogy a playtest meddig mehet. Én sem tudom.
Ugyebár a Ship Graveyard Simulator 2-ből is van playtestem, ami az online-ra fókuszál. De az relatív egy prológus csak multiplayerrel. Mondom, hurrá! Csak hogy jó legyen. Minden igaz, kín meg vagyok. Ja. Úgy néz ki. Ja, kín meg vagyok. Már csak ez a rész marad. Aha, már csak itt benn van. Ja, már csak... Gyorsabban meg voltam, mint főkönök. Hát mert itt benn sok szint van. Külön a lépkő és külön a félszintekbe. Kívül meg nagyobb. Hát az egyszerűbb egybefüggő felület, hogy megforogsz. Az a részt, az a lényeg, hogy ön szembe legyen az ön, de ön a lehet, nem az enyém. Ennyi. És akkor neked ilyenkor a career progress nem is megy, vagy azon már túl vagy, és végigvitted a játékot? Hát... Nem, meg kell végigvinném, de egyedül nem akarom. Aha. Pedig úgy kösz, hogy... Hogy? Hogy végigvihetném, mert már vannak ezt a játékot már ilyen végig. Talán sok meg ilyenek. Ja. Hát abban mi értelme van? Hát semmi, nem igazából az az végig, hogyha végig akarod vinni a sztorit, akkor igazából ahol segítség, hogyha csak a sztori érdekel. Hát de ebben nincsen sztori. Küldetések vannak, amik elmondják, hát, hogy csináld meg ezt, meg stb. Hát de mondjuk tudod, vannak ezek a kis csizék. Kis mizék. Hát igen. Esemmetek, különféle sztori, hasonló. Leila, ne akard elvenni a kajámat? Nyilván ez az a játék, ahol most neked nem az a lényeg, hogy... Így, lépcső. Nyilván ez szerintem azért jó, hogy belehozták a multit. Mert így legalább tényleg van egy kis élmény, hogy valakivel dolgozol, nem azon, hogy egyedül próbálkozol. Ez inkább ez az ilyen, tényleg ez a chill-es game, vagy akkor most... Jó, és... azt mondja, három ablak. Aha, ezek, gondolom. Akkor annak az alja. Még nem ezek? Aha! És már csak egy legfelül... Fölérjük ez ehhez a... Csokkomtit. Önök, csokkomtit. Ez az. Hol a főnök? És közben akadozol. Főnök? Nem tudom, miért akadozom főnök. Én sem tudom. Na hát, szép tisztelet minden. Igen. Akkor az a pálya ennyi. Akkor ez. Csodás. És látszódik, hogy hogy szerencsétlenkedünk. 1100 pénz megvan. Ennyi. Látszódik, hogy... Jó, még akkor egy gyorsított eljárásba ugorjunk neki egy nagypapa Miller kocsijának, szerintem. És akkor két pályával alatt vagyunk ma is. Most itt neked van shop, vagy jó. Neked ilyenkor nincs shop?
De csak az idő, a kinézetet tudom változtatni. Azaz nincsen washer, modification, liquid, semmi. Nem, nincs. Igazából, most milyen munkát csinálunk, meg az a főnökön múlik, hogy... mit választ ki. Igen. Egy. Megvettem mindent is. Jó. Igen, a bónusz melókban lehet 6 személyes, a fő sztoriba 2-en lehetünk, a challenge mode meg egyedüli. Igen. Jó, ugorjunk neki a nagypapa kocsijának. Valahogy így tudom én is. Ugorjunk. 250 pénz. Leonard köszöni az életet közben. És akkor rád bízom a kezdést, mert én közben iszok egy kávét. Utána szerintem mire elszívom a... Ájkoszt addigra végzel is. Ahogy mit ez az autó főnök? Hát... még mielőtt elkezdenék repairolni, előtte gyorsan le kell mosni, tudod. Azt mondja metál. Csak szerintem ez az autó életében nem lát kivasztott meg. Megtapad. Meg kicsit motor. Szerintem ügyet is akkor látott, amikor esett, tudod. Jézusom. Mit vett meg a főnök? Semmit. Semmit? Hát mindent megvettem, de te ezeket valamilyen nem látod. Én nem látom, de mindegy, nem baj. Főnök? Én van új cucc. Metál meg lesz, hogy vidett. Körbe kéne nyomat. Hát a metált már végig nyomattam. Főnök. A metált itt nyomatom ederrel. Akkor még átváltok a glassra. Még a glass annyira nem. Tessék, ékosz, azt mondja. Jó, hát. Ennyi, meg egy bambi. Spoiler, plastic, bumper, fém. Leonard Miller nagyon örül magának. Valami bugol. Mi? Hát, telibe nyomtam a rendszámtáblát idővel. Ezzel a metált cucca, azt nem csinált semmit. Tényleg, hogy hol streameled a játékot? Bármint. Nem értem a kérdést. YouTube, Twitch, vagy... jó, hogy nem streameled? Nem, videófelvétel megy. Fölveszi a MacBook.
Én meg tudtál a baj, mert már több mint fél, lassan fél éve nem élőztem. Mi is akarsz soha többet? De, majd akarok, csak egyelőre a körülmények nem engedik fel. Ja, mert meleg van. Hát meleg is van. Meg a szervizszobában annyira nincs levegő, hogy ott konkrétan állandóan csak köhögök. Elköhög főnök. Nem tudom. Nem szabad köhögni főnök. Miért nem szabad? Én most kérdezett a rúzom főt. Nagyon mocskos. Olyan koszok vannak, amik tőle se jönnek. Hát a turbóval olyan. Hát a turbóval olyan. Csak hát az idő. Szépen milliméterről milliméterre. Ahogy kell. Mikor nyomsz egy tabot, akkor látod, hogy milyen gusztustalan az egész. Tudom. Az a mechanika megvan főnök bár. You are here. Azt mondja, hogy itt a reklámnak a helye. Ha valaki akar hirdetni, az oda tud reklámozni, azt mondja, a nagypapa kocsiján. Te akarsz reklámozni? Nem. Még. Jó, door megvan. Ő szerint a window nincs. Most már megvan az is. A grillad megvan, a bumper megvan. Turbo. Itt a léle kimaradt. Na és még mindig sok van, mert... mert nincs meg minden. Ja, hogy ez itt végig nincs meg a tükör. Jó, itt a teteje még. Féklámpa, meg rendszámtábla hátsó, hát ez hülye.
Van, megvan. Önöknek magyarul van? Nem, angol. Van hozzá magyarítás? Akkor mi lehet feliratot önök? Tessék? Mondta, hogy letöltöm és kiszek hozzá feliratot. Ja, az a Hogwarts Legacy volt. Ami nem volt hajlandó elindulni valamiért a laptopom. Na, meg vagyunk. Ó, de szép autó. Egy. Na, nézzük. Csodás lett. Na, örülünk neki. Grandpa kocsia megvan. Üzeneteket itt el lehet olvasni külön. Lelöktél a kocsiról. Na és akkor nem lett új. Bele akarsz még kezdeni a tűzoltó autóba? Vagy ennyi? Hát, de most legyen egyelőre ennyi főnök, mit szól hozzá. Jó, nekem jó. Kedves nézőimnek is köszönöm, hogy itt voltak. Nándival nyomattuk ezzelre ezt a kis gameszkót, hogy itt haladtunk kettő helyjel tovább. Ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni, főleg Nándit, úgyhogy és találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!